Folytatódik a 100. Magyar Derbi a Kincsen Parkban. A háromnapos rendezvény főszereplői természetesen a lovak és lovasaik, azonban nem hiányozhat a látványos divatbemutató sem a programból. Gondoljunk csak a különleges kalapokra, amelyeket a nézőhölgyek viselnek a híres derbiken. A helyszínről Molnár Zengőt kapcsoljuk. Előkerültek a várva várt kalapok, és te is egy igazán különlegeset választottál. Szervusz, jó napot kívánok! Igen, Tóris hajnalka, csodaszép kalapkölteménye látható a fejemen, itt mögöttem pedig néhány perccel ezelőtt kezdődött el a divatbemutató, ahol szintén a neves tervező darabjait láthatjuk. Egyre többen vannak egyébként itt a Kincsen Parkban, folyamatosan érkeznek, lassan már egy tűt sem lehet lejteni, olyan sokan vannak, a lelátók pedig tele vannak. Aki esetleg erről a divatbemutó lemarad, az se csüggedjen, hiszen 15 óra 40-kor az is kiderül, hogy a fiatal kisfiúk milyen kalapot viselhetnek a lóversenyeken. És hát érthető, hogy ennyire sokan vannak, hiszen hamarosan majd fény derül arra, hogy ki nyeri meg a 100. Magyar Derbit. Előtte azonban például 99 kislovas is felvonul majd az elmúlt 99 év győzteseinek a nevével. Úgyhogy azt hiszem megható pillanatokból, igazi sporthangulatból és a fesztivál hangulatból sem lesz hiány itt a Kincsen Parkban. Molnár Zengőnek köszönjük szépen!